Kerekes Gréta azt mondta tegnap, hogy ezért megérte atletizálni, hogy egy hazai világbajnokságon rajta állhasson. Hogy élted meg ezt a két napot? Nagyon élveztem az egész versenyzést, és tényleg ez tényleg egy csoda, hogy többen is mondták, hiszen olyan szeretet kap a sportról, és annyira pozitív energiákat, hogy ebből azért lehet építkezni, akár a futásra, akár a következő időszakra is. Más volt most rajtozálni, mint az előfutamban? Nem. Ugyanúgy álltam, de nyilván többen voltak, ezt azért érzékeltük, de én ugyanúgy álltam rajthoz, mint tennep, hogy minél jobban szeretnék futni, és a legjobban akarom ma is hozni. Az időjárással mennyire voltál ma elégedett? Egy kicsit hűvösebb sem volt. Teljesen, nekem a tennepi vasra volt nagyon bajom. Azért szerintem inkább a délelőtti versenyszámokat befolyásolja az, hogy nagyon tűz a nap, de most azért nagyon kellemes idő volt. Meleg van, viszont igen, nem esik már este a nap, úgyhogy nekünk ez nagyon jó volt. Én amúgy inkább melegbe futok, mint hidegbe vagy szeles időben, úgyhogy nekem ez tökéletes volt. És magát az elődöntő futamot, ezt hogy értékeled saját szempontból? Nem volt rossz, jobbat akartam nyilván, de majdnem megismételtem a tegnapi futásomat, nagyon közel vagyok a valahol legjobb futásomhoz, úgyhogy nem lehetek elégedetlen szerintem. Nagyon sűrűg át, nagyon erősen nőig át, de nem voltam nagyon messze, és nem voltam lemaradva. És például 4 éve Dohába futottam Vébnőtörről, 12.87-tel lettem 13. Szerintem most amúgy hátrébb vagyok összesítés, nem tudom, hogy lett a vége, de másfél tizeddel futottam jobbat, és nem nagyon tudtam előrelépni, úgyhogy ez is mutatja azt, hogy mennyire erős most a női gát. De örülök, hogy ebben az erős mezőnyben én is benne vagyok, és igazából miattam is erős a mezőny, mert én is ott vagyok. És ránéztem a kezedre, mert állítólag megcsipett egy méhecske, és látom, hogy tényleg még be van dagadva. Mennyire zavar, mennyire fáj? Nem méhecske, nem tudjuk micsoda, még hétfőn, amikor átmozgattam, akkor megcsipett, és akkor semmi bajom nem volt, és tegnap a futás után láttam, hogy bedagadt az egész kezem. Ez nem a legnagyobb sérülésem, amivel a mentősökhöz mentem, de igazából ez a kellemetlen kategória, túlélem. Van most benned, hogy érzed magad? Nagyon sok érzem, még nem tudom, hogy mik, de elvesztem, az biztos, és meg szeretném nézni a futásodat, amit nem láttam. Visszakogod elemezni az összeset? Persze, a tegnapi futás, az pont kint voltak a vízlabdás srácok, és az egyikük annyira jó videót csinált onnan a 6.-7. gátról, hogy ezt el is értem, hiszen tényleg az egy nagyon jó felvétel, úgyhogy ezt már teljesen megnéztem ma is többször. Meg szoktam nézni, de nagyon sokat lehet tanulni abból, hogy visszanézed saját magadat, és szeretem, és eddig is sokat videózunk, hiszen ez egy dolog, hogy én valamit érzek meg, hogy mit látok, az két tök különböző dolog. Van, amikor ugyanezzel, van, amikor más. Összes eddigi versenyek között a mostani budapesti világbajnokság, hol részlik el? Nyilván benne van a top 3-ban, azt kell, hogy mondjam, és a következő időszakra egy hatalmas nagy lendületet fog adni, és én élveztem minden percét, és örülök, hogy itt lehettem.